Vas megyében a cégek száma tavaly csak lassú ütemben bővült. Szeptember végén 39.500 egyéni vagy társas vállalkozást tartottak nyilván. Ez a szám alig 1,2%-os emelkedést jelent a korábbi esztendő hasonló időszakához képest. Ez a növekedés elsősorban az önálló vállalkozásoknak köszönhető. Ide tartoznak az egyéni vállalkozások, illetve adószámmal rendelkező magánszemélyek. Ugyanis a társas vállalkozások szinte valamennyi fontosabb formájában csökkent a létszám, ideért vagy a legnépszerűbb KFT-ket, BT-ket, szövetkezeteket is. A legtöbb vállalkozás szinte minden harmadik a mezőgazdaságban tevékenykedik a megyében. A magas aránynak több oka lehet, de az a tény biztosan közrejátszik benne, hogy az őstermelők számára kötelező lett az adószám kiváltása, és a jelek szerint a többség ennek eleget is tesz. Más gazdasági ágazatok cégeire van rálátása a kamarának, az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás és a kézműipar vállalkozásainak zöme szintén fegyelmezetten intézi ügyeit, ám egy részükről ez nem mondható el. Vas megyében több mint 18 ezer vállalkozás, közel 20 ezer vállalkozás van papíron, ugyanakkor a rendezett kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások száma olyan durván 17 ezer. Azt gondolom, hogy azok a vállalkozások, amelyek a kötelezettségeiket nem teljesítik, hát azoknak a vállalkozás szó használata hát nem éppen 100%-ig állja meg a helyét. A Központi Statisztikai Hivatal ezzel együtt más megyei adatokat is nyilvánosságra hozott a közelmúltban, amelyek honlapjukon elérhetőek.